Mágtisztító Tiszavasváriban 170 millió forintos saját erős beruházásnak köszönhetően nyílt meg az üzem. Megkezdték az új tanévet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 1422 hallgató számára kezdődött meg az új tanév. Kevés a szakember, hiány van a tapasztalt jelnyelvi tolmácsokból. Mágtisztító üzem kezdte meg működését Tiszavasváriban. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A Sotiva Seed Kft. Önerőből vásárolt egy 170 millió forintos tisztítógépet és egyéb kiegészítőket az üzem elindításához. A megnyitó ünnepségen Nagy István agrárminiszter bejelentett egy 50 milliárd forint keretösszegű pályázati lehetőséget, amely nagy részét élelmiszeripari feldolgozásra és annak korszerűsítésére fordítják majd. A tiszavasvári cég az elmúlt 2 évben 50-szeresére növelte bevételét. Egy hazai tulajdonú vállalkozás fejlesztette üzemét Tiszavasváriban. A 170 millió forintos eszközbeszerzést önerőből valósította meg a Sotiva Seed Kft. Egy mágtisztító gép mellett a termeléshez szükséges egyéb eszközöket is beszereztek, így például targoncákat, labor- és csomagológépeket is vásároltak. A Sotiva Seed Kft. Jelen pillanatban kizárólag mág termeléssel, mág termeltetéssel, és annak a feldolgozásával és értékesítésével foglalkozik. 2016-ban mi egy pici cég voltunk, egy 16 millió forintos árbevétellel, és ha jól emlékszem, akkor 4 ember dolgozott a cégnél. 2017-re ez az árbevétel, ez 612 millió forintra növekedett, és a létszámunk 8 főre. A mai napon pedig, ha jól tudom, akkor körülbelül 800 millió forintos az árbevételünk eddig, illetve 16 ember dolgozik a cégünknél. Tehát egy meglehetősen gyorsan sikerült felfuttatni a céget. A cég terve, hogy a mághoz kapcsolódó tevékenységeket ne az ország különböző részein adják ki bérmunkába a jövőben, hanem minél több munkát Tiszavasváriba hozzanak, tette hozzá Sotkó Gyula. Ennek a folyamatnak az első lépése a most átadott gép beüzemelése. A cég terveihez tartozik egy mágmosógép beszerzése. Ez azért lenne fontos, mert a magas morfintartalom miatt jelenleg még nem igazán tudnak a hazai piacon értékesíteni. Ezt a problémát azonban egy újabb eszközbeszerzés megoldaná. Az üzem megnyitóján az agrárminiszter kiemelte, fontosak az új ötletek és a kreatív, bátor vállalkozók az országban, akik nem csak az alapnövényekben látják a lehetőséget. Pályázatokkal továbbra is támogatja őket az állam. Akkor, amikor mi a tulajdonosokkal találkoztunk a minisztériumban, hogy ez a mosónak a kérdése már akkor fölmerült, és hoztam egy jó hírt. Tehát nem masnival átkötve, hanem igyekszem szép szavakkal megfogalmazni. Az Agrárminisztérium kiírt egy új pályázatot, ami egy 50 milliárdos keret, vidékfejlesztési program keretében, amiből 10 milliárd a bor és szőlőágazat fejlesztését szolgálja, és a 40 milliárd forint az pedig kifejezetten élelmiszeripari feldolgozásra és annak korszerűsítésére fog szolgálni. Tiszavasvári és térségében körülbelül 6-7%-os a munkanélküliségi ráta. Ez valamennyivel rosszabb arány a megyei adatokhoz képest. Az ehhez hasonló beruházások azonban segíthetik ennek javítását. Az önkormányzatnak támogatnia kell a helyi vállalkozásokat, mert mindig fontos, amikor egy hazai cég kezd fejlesztésbe. Ezt Vinnai Győző országgyűlési képviselő emelte ki Tiszavasváriban. Ez szerintem példaértékű, hiszen egy ilyen mágtisztító üzem átadása, egy ilyen gép beüzemelése, amely, ha jól tudom, a legmodernebb technológiát képviseli, ez példát mutathat a többi vállalkozónak, helyi vállalkozónak, olyanoknak, akik itt szeretnének ebben a városban vagy ebben a térségben fejleszteni és beruházni. Ráfér egyébként erre a városra. A Sotiva Seed Kft. Kiemelten kezeli a mág nemesítését. A cég jelenleg 4 helyen végez ilyen folyamatot, többek között a Szent István Egyetemen, illetve tavaly óta Kiskertekben is elindították ezt a folyamatot Tiszavasváriban.
1422 hallgató számára kezdődött meg az új tanév a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskolán hétfőn. A tanévnyitó rendezvénynek hagyományosan a beregszászi református templom adott otthont. Az évnyitón a főiskola többeket is kitüntetett. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a főiskola tudományos tanácsa által létrehozott Rákóczi díjat kapta. Az első évesek eskütételével kezdődött a főiskolások avatása, majd készfogással köszöntöttek minden új hallgatót a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola évnyitóján. Orosz Ildikó, a főiskola rektora tanévnyitó beszédében beszámolt az elmúlt évben elért sikerekről. Elmondta, hogy a magyar államnak köszönhetően a főiskola megnyitotta az egészség és sportközpontját, amellyel megoldódott a testnevelés órák elhelyezése. Hozzátette továbbá, hogy számos új szakot is indítottak a főiskolán, magyar és ukrán nyelven, a hallgatói létszám pedig évről évre egyre emelkedik. Tavaly évben mintegy 200 végzősünk volt a különböző képzési formákban, és az éven sokkal többet felvételiztettünk, vagy nyertek felvételt, de tudni kell, hogy itt le kell tenni az ukrán emelt szintűt az ukrán szakokra, a kihelyezett képzéseknél ez nem fontos. Így most a főiskolánk 1420 hallgatóval kezdi meg az elsőtől az ötödikek a képzés, de volt olyan év, amikor valaha 1600 diákunk is volt, még akkor, mielőtt bevezették ezt a drasztikus visszametszését a magyar nyelvű oktatásnak. Remélem ez a hallgatói létszám csak bővülni fog. A rendezvényen Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a főiskola tudományos tanácsa által létrehozott Rákóczi díjat kapta. A díjátadást követően köszöntötte a jelenlévőket, és beszédében kiemelte, hogy Magyarország nemzetpolitikája mély keresztény gyökerekből indul ki, és a magyar kormány minden segítséget megad ahhoz, hogy a magyar nemzet fennmaradjon a határon kívül élő magyarokkal együtt. Az oktatáson múlik a magyar identitás, ezért minden, ami oktatás, kultúra, hagyományőrzést, ugye az értelemszerűen nagyon nagy összegekkel támogatjuk, csak megjegyzem, hogy meg tízszereztük 2010 óta a határon túli magyarságnak a támogatását. Itt egyetlen dologra hadd térjek még ki, konkrétum tekintetében, a Beregszászon létrehozandó sport és kulturális centrum ügyében most gyorsan egyeztettünk még Brenzovics elnök úrral és Eszták Miklóssal, úgyhogy ennek most sürgősen meglendítjük ennek a beruházásnak az ügyét. Semjén Zsolt hozzátette, a magyar összetartozást az állampolgárság megadása is elősegíti, valamint azok a soha nem látott gazdasági fejlesztések, amelyeket a határon túli magyarság megsegítéséért hajtanak végre az egész Kárpát-medencében. Az egészségügy árny oldalairól tartott sajtótájékoztatót kedden az MSZP Palmi József, a párt megyei alelnöke szerint több tényező is hozzájárul a nagymértékű hanyatlásához. Az egyik legfőbb probléma, hogy nincs gazdája a magyar egészségügynek. Szakemberekből álló, önálló minisztériumnak kellene irányítania ezt a szakterületet. Az orvoshiány és a kivándorlás is komoly problémát jelent. Az egyik fő probléma az orvoshiány, amiből látjuk, hogy például a helyettesítésekkel nem alakul ki a orvos-beteg kapcsolat, látjuk azt, hogy sok az egészségügyben lévő alrendszereket a nyugdíjas orvosok tartanak fent házi orvosi rendszer, de már jöttek jelzések, hogy vannak olyan kórházak, ahol az osztályokon nyugdíjas orvosok vannak, és ha azok elmennének, akkor az osztályt be kéne zárni, mert bizonyos osztályok fenntartása feltétele annak, hogy sürgősségi ellátás legyen adott kórházban. Azt látjuk, hogy az orvoshiány az egyik legnagyobb problémája ma az egészségügynek, amely az, hogy sokan kimentek külföldre, az elvándorlás, amiben nem biztos, hogy minden esetben anyagi ok fedezhető fel. Kevés a gyakorlott jelnyelvi tolmács Magyarországon. Az országban egyelőre csak Budapesten lehet OK-i és jelnyelvi tanfolyamot elvégezni. A halló közösség még mindig nem fogadja el a magyar jelnyelvet teljes értékű nyelvként, viszont a digitalizáció segíti a jelnyelvet használó siketek hétköznapjait. Hiány van a tapasztalt jelnyelvi tolmácsokból hazánkban, és sokszor ütköznek problémákban munkájuk során. Egy kommunikációs szintű jelnyelvtudást akár Nyíregyházán is el lehet sajátítani, de OK és tolmácsképzést jelenleg még csak a fővárosban indítanak.
Nagyon fontos, hogy nagyon jó színvonalú tolmácsképzést kapnak. Én a Siketek és Nagyotthonok Országos Szövetségének képzéséről tudok és merek bátran beszélni. Egy nagyon megbízható alaptudást kap mindenki, aki ezt az OK és 1100 órás képzést elvégzi Budapesten. Ettől függetlenül vannak olyan területek, amihez gyakorlat nélkül, különböző terepgyakorlat, időben eltelt gyakorlat nélkül, viszont nem biztos, hogy megbízhatóan hozzá lehet nyúlni. A jelnyelvi tolmács 35 perc című műsorunkban elmondta, hogy a halló közösség továbbra is nehezen fogadja el a jelnyelvi tolmácsolást értékes nyelvként, annak ellenére, hogy az országgyűlés 2009-ben törvénybe iktatta a magyar jelnyelv nyelvként való használatát. A digitalizáció előretörése nagyban hozzájárult a Siketek életének megkönnyítéséhez. Immár negyedik éve működik egy videó alapú alkalmazás, amin keresztül szakképzett tolmácsok segítenek a nap 24 órájában. Ez azt jelenti, hogy reggel 8 és este 8 között folyamatosan elérhető, este 8 és reggel 8 között, illetőleg hétvégén ügyeleti, sürgősségi hívásokra van beállítva ez a szolgáltatás. Ez azt jelenti, hogy a hallássérültek számára, a SINOS tagok számára ingyenesen elérhető egy applikáció segítségével, és folyamatosan biztosított számukra a tolmácsszolgáltatás, csupán internet szükséges hozzá. Demeter Szabó Ildikó hangsúlyozta, az OK és jelnyelvi képzés nem ad nyelvvizsgabizonyítványt, jól lehet bizonyos képzéseknél pluszpontként számítják be a felvételi során. Multifunkciós autó- és motorsport aréna épület Nyíregyházán. A megyeszékhelyre tervezett komplexum a Forma 1-es futamokon kívül minden más futam lebonyolítására alkalmas lesz. A 21. századi sportcentrum építésével a kormány nem csak új lendületet kíván adni az autósportnak, hanem az ország északkeleti régiójának gazdasági felzárkózását is segíteni szeretnék a beruházással. Még 2001-ben rendezték meg az első Zemplén rallit. A verseny most egy több éves kényszerpihenő után visszatér a térségbe, november 9-e és 11-e között első nyíregyházi rali néven. A szezonzáró verseny központja Nyíregyháza lesz, itt lesz kialakítva a versenypark, valamint a városi speciál gyorsasági szakasz, míg a többi szakaszt a Zemplénben és a Tokaji borvidéken jelölték ki. Különlegessége az első Nyíregyháza rallinak mindenképpen az, hogy hosszabb lesz, mint egy megszokott magyar verseny. Másfélszeres szorzójú lesz, tehát 220 kilométer körüli gyorsági kilométer lesz. Hát nyilván az is különlegesség, hogy lesz Nyíregyháza városán belül egy gyorsági szakasz, ami még nem volt, és a házigazdája a versenynek, és a város lesz, itt lesz a rajt és a cél, ez is egy újdonság. Jövőre akár már a Zempléni Tokaji hegységben kialakított, klasszikus pályákon is hasonlóan szágulhatnak a rally autók. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár és Olágy Árfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke hétfőn sajtótájékoztatón jelentette be Budapesten, hogy a hazai sportági szövetség a Rally EB utolsó fordulójának megrendezésére nyújt be pályázatot a Nemzetközi Autósport Szövetséghez. Ennek elnyerésében játszik most nagy szerepet a nyíregyházi verseny. A verseny pályázik az FIA-nál az Európa-bajnoki részvételre, hogy 2019-ben már szeretnénk, hogyha itt egy RC futam lenne, ami azt jelenti, hogy az idei verseny az hivatalosan egy kandidáló verseny, tehát meg kell felelnünk a Nemzetközi Szövetség előírásainak. A pályázat a 2019 és 2023 közötti éveket fedi le, a zempléni futamokat pedig nyíregyházi központtal tervezik. De nem csak Rally EB futamot rendeznének itt, hanem más nemzetközi sportági versenyeket is. Éppen ezért egy pénteki kormányhatározat döntött arról, hogy a kormány támogatja Nyíregyházán egy 21. századi sportcentrum építését. A projekt fő célkitűzése, hogy Mogyoród mellett legyen egy másik multifunkcionális autó- és motorsportaréna, mely a legmodernebb körülményeket teremti meg a sportágnak. A Szabolcsi megye székhelyre tervezett komplexum a Forma 1-es futamon kívül minden más futam lebonyolítására alkalmas lesz. Ezek még ötletszinten vannak. Én azt gondolom, hogy a február 28-áig elkészítendő megvalósíthatósági tanulmányban már jobban át lesz gondolva, és ki lesz bontva, de kell is, hiszen a kormány elé kell vinni ezt az ügyet, annak érdekében, hogy megszületessen a kormány döntés magának a beruházásnak a megindításáról, ami először természetesen a terület megszerzéséről szól, és a tervek azonnali elindításáról.
ami én azt gondolom, hogy akár jövő év végéig el is készülhet, úgy, hogy már 2020-ban maga kivitelezés is megindulhasson. Az új aréna építése nem csak a hazai autó- és motorsportnak adhat új lendületet, hanem az északkeleti régió felzárkózását is szolgálhatja. Ez egy nagyon komoly kiemelt állami beruházás lenne, ami azt jelenti, hogy ez a beruházás rengeteg új munkahelyet vonz. A turisztikában egy teljesen új területet itt Nyíregyházán, hiszen ez egy új célközönség, ami persze érinti a szállásadókat, vendéglátókat, szolgáltatókat, tehát eléggé széles körben bír hatással, és hát itt Nyíregyháza felkerülne egy újabb térképre, hiszen itt nemzetközi versenyek, Európa-bajnoki, világbajnoki futamok rendezésére alkalmas automotorsport aréna megépítéséről van szó. A sportaréna elsősorban a rallycross, az autocross és az utánpótlás nevelés szempontjából kiemelt jelentőségű gokart szakágnak jelenthet majd valódi otthont, de tervben van egy vezetéstechnikai központ, egy 50 szobás szálloda, valamint egy konferencia központ megépítése is. Két vereséggel a negyedik helyen zárt a Miskolcon a Szaniszló Sándor emléktornát a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az A csoportos Jászberintől 84-55-re, a szlovák első osztályú Iglótól pedig 78-74-re kaptak ki. A nyíregyháziak szerdán a Vasas otthonában játszanak újabb felkészülési mérkőzést. Négy férfi és két női csapat részvételével hagyományteremtő céllal rendezték meg Miskolcon a Szaniszló Sándor emléktornát. A résztvevők között ott volt a Nyíregyháza Blue Sharks is, amely eddig valamennyi felkészülési meccsét idegenben játszotta. A nyitányon az A csoportos Jászberény ellen léptek pályára cápák. A meccsen kijött az osztálykülönbség, a Berény 29 pontos győzelmet aratott. A folytatásban a szlovák első osztályú Iglóval végig nyílt meccset játszottak a nyíregyháziak, a hajrá azonban az ellenfélnek sikerült jobban, így 4 pontos vereséggel a negyedik helyen végeztek a kék cápák. Az első mérkőzésen úgy gondolom, hogy nem játszottunk úgy, ahogyan azt elvárnám a csapattól, Jászberény ellen volt. Ezt tudom, hogy első osztályú csapatról van szó, illetve átcsoportos csapatról, akik négy légióssal és egy magyarral álltak föl. Tudom, hogy ugye légiósok is erősebbek, de akkor is azt szeretném, hogy közelebb legyünk az ellenfeleinkhez. A második mérkőzés a Spiszkanovesz ellen az már hasonlított ahhoz, amit szeretnénk. Végül is végjátékban veszítettük el ezt a találkozót, és végre azt is tudtuk gyakorolni, hogy milyen egy végjáték szituáció. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nem haladunk rosszul, de még mindig van hová fejlődnünk. A nyíregyháziak irányítója Busz Iván szerint az eddigi meccsek a vereségek ellenére is jól szolgálták a csapat felkészülését. Sajnos a győzelem még mindig nem jött össze, de javarészt azért első ligás és erős csapatok ellen játszottunk légiósokat eltűzdelve, de ez egyébként lassan már nem lett kifogás, mert például Miskolc le tudta győzni az Igló gárdáját. A Jászberény nyilván az még nem a mi kategóriánk, csak úgy, mint a Szolnok volt mondjuk az első edzőmeccsünkön, rutinos tapasztalt légiósokkal vannak tele, és jó kosárlat is játszanak. Inkább a második meccs volt az, ami nyerhető lett volna. Ugye az Igló gárdájával már játszottunk Szlovákiában is egy mérkőzést, borzasztó, kemény, fizikális, már-már fault határon védekeznek egész pályán, ami mindenképpen jól szolgálja a fejlődésünket, meg a felkészülésünket. A végére egy labdás meccs lett belőle, szerintem remekül helyt álltunk, sajnos nem nyertünk, de lehet építeni arra a hajtásra, meg küzdésre, amit produkáltunk az első negyed után leginkább. A bajnokság a hétvégén rajtol az NB1B piros csoportjában. A nyíregyháziak oroszlányi mérkőzését későbbi időpontra rakták, így a kék cápák szerdán a Vasas otthonában játszanak edzőmeccset, és amennyiben sikerül ellenfelet találni, vasárnap hazai környezetben is pályára lépnek majd Busz Ivánék. A harmadik helyen végzett a nyíregyházi debreceni vegyes csapat az atlétikai csapat bajnokságon. A nyíregyháziak közül a diszkoszvető Szikszai Róbert és Kerekes Dóra, a magasugró Bakosi Péter és a 4x400-as váltó tagjaként Tasité Dávid lett első. A csapatbajnoki címet a budapesti Honvéd szerezte meg.
12 csapat részvételével rendezték meg Székesfehérváron az atlétikai CB döntőt, amelyen 42 versenyszámban mérték össze tudásukat a résztvevők. A nyíregyházi debreceni vegyes csapat tavaly és tavaly előtt is az első helyen végzett, ezúttal azonban sérülések miatt fokhíjas volt a címvédő. A nyíregyházi esélyesek közül Szikszai Róbert, Kerekes Dóra, Bakosi Péter és Tasiti Dávid hozta a tőle elvárt eredményt. A győzelmet végül a 383,5 pontot gyűjtő budapesti honvéd szerezte meg a 373 pontos Gödöllő Ikarusz vegyes csapat előtt. A Nyíregyháza Debrecen 2 és 337,5 ponttal a harmadik helyen zárt. Mindenki ott volt, aki számíthat, a sérültek természetesen nem, és azt mondom, hogy nagyon szoros versenyt vívtak egymással a csapatok. Azt tudni kell ugye, hogy 12 csapat jutott a döntőbe, és ebből a 12-ből lettünk mi harmadikak. Az első három helyen nagyon szoros volt, az első nap után néhány pont választotta el a harmadik helyezettet az elsőtől, és tulajdonképpen csak az utolsó versenyszámok döntötték el, hogy most ki lesz az első, második, illetve harmadik. Bár a hétvégén még rendeznek egy utánpótlás váltóbajnokságot, a csapatbajnoki döntővel gyakorlatilag véget ért a szabadtéri szezon. Vas László szerint a nyíregyházi atléták nem lehetnek elégedetlenek az elért eredményekkel. Sikerekben gazdag volt, ugyanakkor kudarcokban is, hiszen ott volt egy Európa-bajnokság, ahol Máté bal szerencsésen versenyzett, és ő akár dobogós is lehetett volna. Ugyanakkor ott volt Szikszai Robi kint, aki ugye nem került döntőbe, de a legfiatalabb versenyző volt, és azért ő megmutatta, hogy még később nagy ellenfele lehet a többieknek. És hát természetesen a korosztályos magyar bajnokságuk, ahol viszont mindenki helyt állt, és a legjobbát tudta hozni. Én azt mondom, hogy sikeresnek tudom mondani ezt az évet is, annak ellenére, hogy most az utolsó versenyünket nem győzelemmel zártuk, de ez a harmadik hely, mint említettem, volt reális, és bízom benne, hogy a következő évben, amikor majd világbajnokság lesz, ott lehetünk a világversenyeken, és hát a magyarok között is a legjobbak közé fogunk tartozni. A nyíregyházi atléták egy hónap pihenőt kapnak, majd október közepén elkezdik a felkészülést a 2019-es szezonra, amelynek a katari világbajnokság lesz a fő versenye. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Saját forrásból vásárolt egy 170 millió forintos mágtisztítógépet a Szotiva Seed Kft. Így megnyílt üzemük Tiszavasváriban. A tiszavasvári cég 50-szeresére növelte bevételét két év alatt. Az átadó ünnepségen részt vett Nagy István agrárminiszter is, aki bejelentette egy új 50 milliárd forint keretösszegű pályázati lehetőséget. 1422 hallgató számára kezdődött meg az új tanév a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán hétfőn. A tanévnyitó ünnepségen átnyújtották a főiskola tudományos tanácsa által létrehozott Rákóczi díjat, amely az önálló kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatás létrejöttének, a főiskola megmaradása és fejlesztése szempontjából döntő szerepet vállaló személyek tevékenységének elismerése. A díjat Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes vehette át. A halló közösség továbbra sem fogadja el a magyar jelnyelvet értékes nyelvként. Immár negyedik éve működik a Siketeket segítő program, amelyen keresztül a nap 24 órájában jelnyelvi szakemberek végeznek tolmács szolgáltatást. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták szeptember 11-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Döntően anticiklon alakítja térségünk időjárását, de a magasabb légrétegekben időnként kissé nedvesebb levegő áramlik fölénk. Az előttünk álló éjszaka változóan felhős idő várható, csapadék nem valószínű, az északi szél helyenként megélénkül, reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet.
Holnap napközben gyengén felhős idő várható, sok napsütéssel, csapadék nem valószínű, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 29 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Csütörtökön is fátyol felhők zavarhatják a napsütést, péntek délutántól Nyugat-Dunántúlon, illetve északon helyenként már vastagabb felhők is lesznek, ezekből záporzivatar is kialakulhat. Szombaton a Kárpát-medence fölött legyengülő hidegfront szorványosan okozhat záporokat, zivatarokat, délután nyugat felől csökken a felhőzet. A következő napokban ismét anticiklon, leszálló légmozgás lesz a meghatározó, sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül, folytatódik a nyárias meleg időjárás.